Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület mai nyilvánosülésre megjelent képviselőtársaimat, illetőasszonyt és munkatársait, meghívott intézmények képviselőit, helyi televízió és sajtómunkatársait, munkánk iránt érdeklődő választópolgárokat. Külön tisztelettel köszöntöm Szalainé Galambosi Tíme asszonyt, a Csolnai Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, Kis Gábor urat, a Vémos Park Kft. Ügyvezetőjét, mind a kettőjüknek lesz előterjesztése. Munkánk zavartalansága érdekében megkérek minden kedves jelenlévőt a mobiltelefonok kikapcsolására, vagy pedig elhalkítására. Megállapítom, hogy a testület ülésének összehívása az SMS-ben foglaltaknak megfelelően történt. Jelenléti év alapján megállapítom, hogy a testület határozatképes, 12 tagjából 11 képviselő jelen van. Molnár Ferenc képviselő úr betegség miatt jelezte távolmaradását, a testület ülését megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, most javaslatot teszek mai nyilvános ülésünk tárgyalási sorrendjének és napirendjének megállapítására a kiküldött meghívónak megfelelően. Kérem, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy mai ülésünk napirendjét és tárgyalási sorrendjét a képviselőtestület elfogadta. És rögtön térjünk is rá a napirendi pontokra. Első napirendi pontunk előterjesztés az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Megkérném jegyzőasszonyt röviden az előterjesztés ismertetésére. Tisztelt képviselőtestület, minden költségvetési rendelet elfogadását követően negyedévenként átvezetjük a gyakorlat életben megvalósuló változásokat. Jelen pillanatban is ebben az előterjesztésben erre teszünk javaslatot, hogy a 2023. évi negyedévre vonatkozó módosító tételeket szíveskedjenek elfogadni annak érdekében, hogy azt követően már a fő költségvetési tématárgyására sor kerülhessen. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Megkérdezném, hogy észrevétel, javaslat, hozzászólás bárki részéről. Amennyiben nincs, a jogi-ügyrendi bizottság tárgyalja. Elnök úr! Bizottság 4-1 hangú szavazattal javasolja a testületnek elfogadásra. Köszönöm szépen, gazdasági bizottság elnökét is kérem. Köszönöm szépen, a gazdasági bizottság is 5-1 hangú igen szavazattal javasolja elfogadásra rendelet módosítást. Köszönöm, akkor kérem, hogy aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, aki nem ért egyet, akkor megállapítom, hogy 9 igen, 2 nemmel elfogadásra került. Következő napirendi pontunk, az egyik legfontosabb napirendi pont minden évben, ez pedig a 24. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alkotására. Mint ahogy az elmúlt években, most is engedjék meg, hogy pár mondatot összefoglalólag mondjak a 2024. évi költségvetésről. Tehát tisztelt testület, mint már a tavalyi évben is elmondtam, 19 volt az utolsó békés év, azóta a világ mind a négy sarkából kifordult, gondolva itt a Covid-járvány, illetve a háború okozta nehéz gazdasági helyzetre, amely mindenkit óriási kihívás elé állított. Ennek ellenére Csolna város önkormányzatának költségvetése az elmúlt 10 évhez hasonlóan az idén sem tartalmaz sem új adót, sem adóemelést, sem hitelfelvételt. Hitelünk az elmúlt 10 évben nem volt, és a jövőben sem tervezünk. Köszönhető ez egyrészt a tudatos, átgondolt döntéseknek, valamint a kormányzati támogatásoknak egyaránt. Az idei költségvetés fő összege mintegy 5,4 milliárd forint, mely a tavalyi pénzmaradvánnyal nagy biztonsággal fedezi a kiadásokat, lehetőséget adva arra is, hogy tartalékot tudjunk képezni. A jelenlegi uniós ciklus során elnyert mind a 7 top pluszos pályázat esetében a munkálatok folynak. Van, ahol tervezési ciklusban járunk, és több projekt esetében már a közbeszerzés kiírása van folyamatban. A rendelkezésre álló időn belül mindegyik pályázatot meg fogjuk és meg tudjuk valósítani. Az energiaválság okozta nehéz helyzetben hozott döntések kellettek ahhoz, hogy az idei évben is további új fejlesztések valósuljanak meg. A jó gazdálkodásnak és a kiváló kapcsolatoknak köszönhetően idén is sikerült a válság ellenére egy előremutató, beruházásokkal teli, Csolna további fejlődését, szépítését szem előtt tartó költségvetést a döntéshozók elé terjeszteni.
A munka elvégzéséhez elengedhetetlen a hivatali háttér, a köztisztviselők áldozatos munkája, anyagi megbecsülése. Éppen ezért a köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak, munkaviszonyban dolgozó kollégáknak, tehát mindez 147 önkormányzati dolgozónak 20-30%-os béremelés került betervezésre a költségvetésbe. Ezzel is megköszönve és elismerve munkájukat. Elengedhetetlen, hogy a Vilmos Park Kft., valamint a Csorna projekt összes dolgozójának ugyanitt köszönjen meg fáradhatatlan munkájukat. Múlt héten csütörtökön az anyag kiküldésre került, a bizottságok részletesen megtárgyalták. Mielőtt felkérem a képviselőtestületet a költségvetés támogatására, átadom a szót alpolgármester úrnak azzal, hogy az előterjesztés néhány fontosabb elemét emelje ki. Köszönöm szépen, tényleg csak röviden lényeges dolgok elhangzottak. Ki elolvasta az anyagot, az pontosan látja, hogy egy biztonságos és stabil működést és egy ambiciózus jövőképet vázol fel Csorna 2024-es költségvetése, melyben, ahogy a mögöttünk hagyott időszakban is, én úgy gondolom, hogy egy megfelelő fedezetet raktunk be közlekedésfejlesztésre, és az útfelújítások mellett a település részarányos járdafelújítást is végre fogjuk hajtani. Emellett szeretnénk folytatni azokat a programokat, amelyek az elmúlt években a városban nagy népszerűségnek örventek, a fiatal házasok első lakások jutására, és a Bolyahír programra gondolok elsősorban. Az első esetében mintegy 70, utóbbi esetében pedig mintegy 338 főnek tudtunk támogatást biztosítani, és úgy gondolom, hogy ezek a számok már önmagukban is indokolják ezeknek a programoknak a folytatását. De ha már programok, a más típusú programokra, zenés táncos rendezvényeinket is szeretnénk megtartani 24-ben, gondolok itt a kétnapos városnapra, mert ugye ennek a megtartása sem kézenfekvő, ez is egy jelentős fedezetet és forrást igényel. Előttünk a fővárosok vezetések idejében nem volt, reméljük, hogy ezt mindig, vagy a jó hagyományokat folytatni tudjuk majd a jövőben. Szeretnénk növelni a város közbiztonságát, illetve az illegális hordékelakás visszaszorítását, éppen ezért a 16 kamerából álló kamerarendszerünket bővíteni fogjuk a jövőben. Civil szervezeteink 2024-ben is tudnak majd pályázni, a civil alappályázat keretein belül, aminek az összege az idei költségvetésben a tavalyhoz képest 2,5-szeresére nőtt. Folytatódik a közterületeink, középületeinknek a felújítása, ennek kapcsán megjegyezném, hogy a 24-es évben is a kisebb felújítások, karbantartások mellett nagy beruházások is fognak indulni a városban. Egy vagy két példát kiragadva, például az új tekecsarnok építése is elkezdődik, valamint az Erzsébet királyné utca felújítása. Tehát, hogy összegeznem kellene az előterjesztést, akkor én azt gondolom, hogy egy olyan előterjesztés került a tisztelt képviselőtestület elé, ami garantálja a működést és biztosítja a város fejlődését a jövőben. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Most pedig akkor megadom a szót a képviselőknek. Kérdések, észrevételek, javaslatok tekintetében. Nem látom, hogy lenne. Minden bizottság tárgyalta, a jogügyrendi bizottságot kérném. Köszönöm szépen. A bizottság a rendelet tervezetet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal elkészülte, után tárgyalta meg. Mind ezek alapján, mind tartalmilag javasolja a képviselőtestületnek elfogadása 4-1 hangú szavazattal. Köszönöm szépen a Szociális Egészségügyi Bizottság. Köszönöm szépen. Bizottságunk 4 fővel tárgyalta a napirendi pontot, és 4-1 hangú szavazattal elfogadása javasolja. Köszönöm. Ifjúsági Sport Kulturális Bizottság elnökét kérném. Köszönöm. Bizottságunk 4-1 hangú szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek. És nem utolsó sorban, Gazdasági Bizottság elnöke. Köszönöm szépen. Egy mondatot mondanék én is hozzá, hogy itt el is hangzott, hogy ugye nem egyszerű évek után vagyunk, és az elmúlt 2 év ugye az arról is szólt sajnos, hogy az infláció nem a legalacsonyabb szinten volt, nem a megszokott szinten volt, és ez a költségvetés azt gondolom, hogy ezt is mindenképpen kezeli, és a fejlesztések ugyanolyan mennyiségben is, remélem, hogy színvonalon fognak folytatódni, ahogy az elmúlt években is. És a Gazdasági Bizottság is egy hangulat támogatja a 2024 évi költségvetés elfogadását. Köszönöm szépen. Akkor kérem a tisztelt testületet, hogy aki egyetért, a költségvetéssel, készfelemeléssel jelezze. Aki nem ért egyet,
és aki tartózkodik. Megállapítom, hogy 9 igen, 1 tartózkodás és 1 nem szavazattal a költségvetés elfogadásra került. Harmadik napi rendi pontunk, előterjesztés a Vilmos Park Kft. 24 évi üzleti tervének jóváhagyására, Csornaváros önkormányzata és a Vilmos Park Kft. Közötti közszolgáltatási és városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó keretszerződésben meghatározott üzemeltetési díj módosítására és az ügyvezető munkabérének megállapítására. Mielőtt átadnám a szót, jegyzőasszonyt kérem meg, hogy ismertesse az előterjesztés. Tisztelt képviselőtestület, a Vilmos Park Kft. Az önkormányzat 100%-os tulajdonú cége, ezért a képviselőtestület jogosult arra, hogy a tárgyi évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja. Ennek benyújtása a törvényi határidőben megtörtént, a képviselők előterjesztésre került, és ezért javaslom, hogy a határozati javaslatban foglaltakkal egyezően majd fogadják el megvitatás után az üzleti tervet. Ezt követően kérem Önöket, hogy a korábbi egységes keretszerződés alapján, amit tavaly kötöttünk az önkormányzat és a Vilmos Park, mint egy megújítva, felfrissítve a korábbi együttműködését, ennek alapján benyújtott idejévi üzemeltetési díjra vonatkozó összeget is fogadják el, úgy, ahogy az a határozati javaslatban van. Ezt követően pedig legyenek kedvesek a polgármester előterjesztésére, az ügyvezető munkabérének megállapításáról az ott foglaltak szerint dönteni. Köszönöm szépen. Tehát 3 döntés. Kérek majd tisztelettel. Köszönöm, és akkor megkérdezem Kis Gábor ügyvezető urat, hogy kérdések esetén természetesen rendelkezésre állva, akkor most kérdezném meg, hogy az ABC határozathoz valakinek kérdése, észrevétele, javaslata. Nem látom, hogy lenne, gazdasági bizottság tárgyalta, elnök úr. Köszönöm szépen, amellett, hogy gratulálunk a Vilmos Park Kft.-nek a munkájához, mindhárom javaslatot elfogadásra javasolja egyhangon a gazdasági bizottság a testületnek. Köszönöm, akkor felteszem szavazásra külön-külön. Aki az A határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú, aki a B határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze, szintén egyhangú, és aki a C határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze, szintén egyhangú. További jó munkát kívánok minden egyes dolgozónak, köszönjük szépen. Negyedik napi rendi pontunk, előterjesztés a keftelésből tartott állatok tartásának helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Itt először jegyzőasszonynak, utána alpolgármester úrnak adom meg majd a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, alpolgármester úrral mindketten elkötelezett állatvédők vagyunk, hiszünk az állatvédelem ügyében. Nagyon örülök, hogy együtt dolgozhattunk ezen az előterjesztésen és a rendelet tervezett kidolgozásán. Ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert az állatvédelem ügye nem csak személy szerint kettőnknek, hanem úgy a városvezetésének, mint a hivatalvezetésnek is szívügye. Ennek alapján próbáltuk az elmúlt években a kialakított magasabb szintű szabályozáshoz igazodóan a saját szabályainkat megalkotni, hiszen tudva levő, hogy rendeletalkotás során a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseihez igazodva, azoktól el nem térve, és csak azokban a keretekben mozoghatunk, amely helyet nekünk a magasabb szintű jogszabályok megadnak. Úgy ítéltük meg, hogy a házi kedvencek tartása a városban is többféle problémát vet fel, érdemes foglalkozni annak a helyi szinten történő kezelésével. Érdemes az ember és állat békés együttélése reményében egy szabályozást alkotni, ami lehetőséget biztosít arra, hogy aki nem tart állatot, zavartalanul tudja élni a mindennapjait, aki pedig állatot tart, úgy tudja azt tartani, hogy az állat jólétét, kínzásmentes tartását, illetve megfelelő életkörülményét biztosítani tudja. A rendeletünkben már évekkel ezelőtt elindult egy folyamat, amikor még a rendelet nem került megalkotásra, hogy ezeket a célokat azon kívül is elérjük. Ezért a közterületfelügyelet munkatársai mai napjainkig is folytatják a 1,5-2 éve megkezdett ilyen típusú munkájukat. A rendeletünkben arra térünk ki, hogy ezeket a célokat, amelyeket kitűztünk, ne csak kényszerítő eszközök segítségével, hanem jogkövető állampolgári magatartással is elérjük. Ezért aztán talán Önök is figyelemmel kísérték az állatvédelemre vonatkozó jogalkotás magasabb szintre emelkedését. 1-2 évvel ezelőtt fogadta el, pontosan 2021-ben az Állatorvostudományi Egyetem az Állatvédelmi Kódexet, amely egy olyan közösség, egy olyan szervezet, egy olyan hitvallás, mely arról szól, hogy az állatvédelem ügyében elkötelezett szervezetek
vallják azt, hogy a gyakorlatban is tesznek az állatvédelmi ügyért. Munkatársaik az állatok kíméletével, az állatok védelmével érdemben foglalkoznak nap, mint nap. Ehhez a Kódexhez történő csatlakozásra azért tennénk javaslatot, mert úgy gondolom, hogy ez egy fontos és erős gesztus lenne a város részéről, hogy elkötelezett az állatvédelem ügye iránt. Ehhez kapcsolódóan a rendelet megalkotására pedig azért teszünk javaslatot, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel a rendelettel több olyan kisebb konfliktus helyzetet, köztisztasági problémát megoldhatunk, mely mindenkit irritál a hétköznapjain, nem csak az ebekre, hanem a galambokra, a macskákra is tartalmaz szabályozást a rendelettervezet, hiszen azt gondolom a magam részéről, hogy mindenkire igaz az a mondás, hogy te egyszer és mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Én is köszönöm, a polgármester úr. Köszönöm szépen, ahogy a jegyzőasszony már előttem szólva elmondta, valóban az elmúlt években, egészen pontosan 2019 óta dolgoztunk azon, hogy egy minden részletre kiterjedő és a folyamatosabb változó és hál' Istennek szigorodó fenti jogszabályokhoz megfelelően illeszkedő előterjesztést tudjunk a képviselőtestület elé letenni. Én hiszem azt, hogy hogy az állatoknak a tartási körülményeinek a megfelelő szabályozása, hogy a jegyzőasszony is fogalmazott, illetve az állampolgárokat szükségtelenül zavaráltó viselkedéseknek a moderálása, valamint a szintén kiemelésre került közé és állat egészségügyi szabályok, valamint a közterületi szabályoknak a szigorú betartatása az mindegy alapvető záloga annak, hogy az emberek és az állatok békésen tudják a mindennapok közt élni. És azt gondolom, hogy az előterjesztés ezekre a területekre jelentősen reflektál, hogy hangsúlyt fektet. Ahogy abban is hiszek, hogy az állatkínzást, illetve az állatok kíméletlen tartását azt minden lehetséges eszközzel meg kell gátolni. Az jellegű magatartást azt jogállásnak minősíteni és a lehető legszigorúban szankcionálni. Bízom benne, hogy a fenti és egyre jobban szigorú szabályok és a reményeim szerint most elfogadott rendelet majd mind ezt az irányt fogják erősíteni, éppen ezért kérném a képviselőtársaimat a rendelet támogatására. Köszönöm. Én is köszönöm. Megkérdezném, hogy mind a határozati javaslathoz, mind a rendelethez észrevétel, hozzászólás, javaslat. Nekem egy annyi észrevételem lenne, hogy az mondja, hogy kezdte, hogy mindketten elkötelezettek. Jelentem én is, és szerintem itt mindenki. Ennyi észrevételem lenne. Amennyiben nincsen, a Jogi Ügyrendi Bizottság tárgyalta, elnök úr. Köszönöm szépen. Az állatvédelmi kódexhez való csatlakozásról szóló határozati javaslatot egyhangulag javasolja a képviselőtestületnek elfogadása, valamint ugyanígy egyhangulag a rendeletet is, ami meg kell jegyezni, hogy nagyon-nagyon részletes, és én igazából annak örülnék, ha nem csak az állattartók, hanem akiknek csak az állatok szimpatikusak, de esetleg nincs lehetősége, körülményei az állattartása, ők is azért bele-bele olvasnának, mert vannak benne nagyon érdekes és nagyon hasznos, jó tanácsok. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Akkor kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze egyhangú, és aki magával a rendelettervezettel egyetért, kérem szintén kézfelemeléssel, szintén egyhangulag elfogadtuk. Köszönjük! Következő napirendi pont, előterjesztés Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023 évi szakmai munkájáról. Egy nagyon szép részletes anyagot kaptunk igazgató asszonytól, aki gondolom kérdések esetén nem tudom kiegészíteni szeretnél, bár mondom, nagyon részletes, szép anyag. Amennyiben nem szeretnék kiegészíteni, kérdés, észrevétel, javaslat bárki részéről. Ha nincsen, akkor az Ifjúsági Sport Kulturális Bizottság tárgyalta, elnök úr. Bizottságunk 4-1 szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm, és mielőtt felteszem szavazásra, az intézmény minden dolgozójának köszönjük ezt a lelkiismeretes, önzetlen munkát. Kérem akkor, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze, egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm szépen. Köszönjük. Következő napi rendi pont, előterjesztés a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről. Előterjesztő Háncs Károly úr, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke. Elnök úr. Csak
nagyon röviden, ugyanúgy, mint a korábbi években, most is mindenki határidőre teljesítette ezt a, én úgy mondom, hogy nem csak feladat, hanem kötelezettségét, mert ugye a nem teljesítés elég komoly következményekkel járnak. Tehát köszönet a képviselő társaknak, polgármester asszonynak, alpolgármesternek, mindenki időben leadta. Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel nincsen, és szintén a jobb tárgyaltam, még egyszer visszaadom a szót, de akkor egyhangú. Tehát le is adták, és egyhangú. Köszönöm. Akkor kérem, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangulag elfogadtuk. Következő napirendi pont, előterjesztés a polgármester 2024 évi szabadságtervének jóváhagyására. Jegyzőasszony. Tisztelt képviselőtestület, a polgármester és az alpolgármester foglalkoztatási jogviszonya egy sajátos közszolgálati jogviszony, melynek alapján a polgármester szabadságát a képviselőtestület hagyja jóvá minden évben február 28-ig. Polgármester asszony elkészítette a szabadság tervét, melyet önök elé terjeszt, hiszen a rendelt előírja, hogy a polgármester előterjesztését tárgyalja ezt a testület, és ebben az évben egy különleges szabály van, október 1 napjáig kell az ő szabadságát meghatározni, hiszen az alaptörvény 27. pontban foglalt kiegészítése szerint ez a megbízatási jogviszonya ebben az esztendőben október 1 napjáig tart. Alapesetben 39 nap szabadsága lenne polgármester asszonynak, október 1-ig 29 nap illetné. A jegyző nyilvántartás alapján megállapítottam, hogy 8 nap volt az elmúlt esztendőből, amit nem vett ki. Ezt a jogszabály alapján március 31-ig kell kiadni részére. Így összesen erre az esztendőre 37 nap jut polgármester asszony részére szabadságból, amelyet október 1 napjáig kell lett beosztania, és önöknek ezt kellene, ezt a szabadságtervet elfogadni, ami hangsúlyozom csak egy terv, és reméljük, hogy megvalósul, úgy, ahogy polgármester asszony szeretné. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kérdés valaki részéről. Javaslat ugye jogszabályilag jár a szabadság, tehát javaslatot azért nem teszem föl. Nem látom, hogy lenne jogi-rendi bizottság tárgyalta szintén. Elnök úr? Bizottság egyhangulag elfogadta és javasolja a testületnek jóváhagyásra. Még arra is odafigyelt polgármester asszony, a tervezet összeállításánál, ahogy Jezze asszony az előbb említette, hogy tavalyról maradt 8 nap, hogy az is pontosan a törvény szerint március 1-ig be van osztva, hogy az leteljen. Annyit azért azt gondolom, hogy meg kell jegyezni, hogy a polgármester asszonynak a szabadságai az elmúlt évben azoknak szerintem a kétharmada az úgy telt el, hogy itt volt és dolgozott. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Kérem akkor, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm egyhangulag. Elfogadtuk. Következő és egyben utolsó napirendi pontunk, előterjesztés a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet meghatározott munkaszámú módosítása tárgyában a véleményezési szakasz megelőző helyi partnerségi egyeztetés lezáró döntés meghozatalára. Jegyzőasszonyt kérném. Tisztelt képviselőtestület, a bölcsőde bővítés kapcsán egy szabályozási vonal kiigazítására, meghatározására van sor, melyre rendezési terv módosítást kellett indítani. Önök is tudják, mert mindig elmondom, hogy nagyon sok részből áll egy rendezési terv módosítás. Ez a rendezési terv módosítás most ott tart, hogy a partnerségi egyeztetés lezárult, megtörténtek a lakossági fórumok, és a főépítész benyújtotta a szakvéleményét, hogy indulhat a véleményezési szakasz. Arra kérem most önöket, hogy ebben az eljárásban zárják le a partnerségi egyeztetést, és elfogadva a főépítész szakvéleményét indítsuk meg a véleményeztetési szakaszt. És nagyon bizakodó voltam bizottságülésen, hogy már csak egyszer kerül elénk ez az ügy döntése, de aztán jobban belemélyedtem az ügybe, és sejtem, hogy kétszer, úgyhogy még kétszer kérem majd önöket, hogy a jövőben is támogassák ezt a döntést, hogy mielőbb az a vonal oda kerülhessen a térképen, ahova annak kerülnie kell. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Megkérdezném, hogy kérdés, észrevétel, javaslat bárki részéről. Amennyiben nincs gazdasági bizottság tárgyalta, elnök úr. Köszönöm, a gazdasági bizottság egyhangulag támogatja a javaslatot. Köszönöm. Akkor kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk. Tisztelt testület, írásban beszámoltam a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, átruházott hatásköreim gyakorlásáról. Szeretném megkérdezni, hogy kérdés észrevétel van-e?
Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú, a bizottságok írása, elnöke is szintén írásban beszámoltak, ide van-e valakinek kérdése? Nincsen, akkor kérem, hogy aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Szintén egyhangulag elfogadtuk. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy napirend utáni felszólalásra kére valaki engedélyt. Megadom a szót először képviselőasszonynak. Köszönöm szépen a szót. Valójában egy jelzés érkezett hozzám, a napelemgyárról kapcsolatban szeretnék kérdezni. Nem tudom, hogy ez mennyire jó hely vagy egyéb. Nagyon szerettem volna, ha az országgyűlési képviselő úr is itt van ezen a testületülésen. Én 19 óta még itt nem találkoztam vele, nagyon sajnálom. Telefonos jelzés, illetve e-mailben kaptam egy értesítést, nem tudom, önök ti értesültetek-e arról, hogy a csornai napelemgyár ismét nem működik. Ha megengedtek egy rövid kronológiai előzetest, 2014-ben az alapkőletételnél köztársasági elnök, aki csornai származású, lerakta ugye a napelemgyárat, vagy az alapkövet. 2020-ban Palkovics László úrral került átadásra. Korábban nekem ezzel a kronológiai előzetessel volt már bejegyzésem, de túlságosan messzire nem jutott, hiszen azt a kritikát kaptam, hogy baloldalként mindig támadjuk, de azért nagyon bízom benne, hogy aki ismer, az nagyon jól tudja, hogy Csorna fejlődését nem próbálom gátolni. Nagyon szeretném, ha fejlődne, és ebben számomra az a meglepő, hogy hát ugye 2220 munkahely teremtéssel kezdődött. Pontos hivatalos adatok vannak, ami ugye a céginfón szerepel, hogy 19-ben 64 fő dolgozott a gyárban, 21-ben szintén, 22-ben már csak 52, most elmondás szerint ez nem hivatalos adat, most csak 40 fő. Az a személy, akitől én kaptam, nem szeretném megnevezni, mert ő sem szeretné, illetve néhány dolgozó sem szeretné, ha a név napvilágra kerülne, de én tőlük azt a tájékoztatást kaptam, illetve megkaptam azt a levelet, amit február elején küldtek ki nekik, hogy sajnos a januári béreket már nem tudják kifizetni, mindazok ellenére bizakodóak voltak, hiszen decemberben cégvezetés megígérte nekik a 15%-os béremelést, de ezt már ugye januárban nem került kifizetésre, illetve az e-mailben még az is szerepelt, hogy előreláthatólag bizonytalan ideig leállás történik. Sajnálatos módon, tehát itt nem csak csornai emberek dolgoznak, vidékiek is, és kétségbeesésükben hívtak föl, mert bizony van olyan csornai, aki kénytelen elhagyni az albérletét, mert a főbérlő felszólított erre, de sajnos olyan nehéz helyzetben vannak ezek az emberek, akik ott dolgoztak, hogy egyszerűen nem látnak kiutat ebből, most már egymás között gyűjtést szerveztek, és én arra kérlek titeket, benneteket, hogy megfelelő helyre valóban jusson el ezeknek az embereknek a hangja, mert éppen elég gazdasági bizottság elnöke is említette az imént az infláció, de ebben a bizonytalan helyzetben nem tudják, hogy meddig tudják tartani a családban az anyagi helyzetüket, illetve álljon már valaki ki a vezetőségből. Nyilván ti vagytok tárgyalási, vagy nem tudom, hogy ki helyzetben, hogy legalább álljon ki a vezetője, és mondja el, hogy mi várható, keressenek-e új munkahelyet, vagy egyáltalán, hiszen azt is tudjuk, hogy 22-ben is volt már ilyen helyzet, hogy nem került kifizetésre a munkabér,
akkor belső görögben sztrájkoltak a dolgozók, és kinkeserve kifizették a nekik járó munkabért. Én arra kérlek benneteket, mindenkit, hogy aki ebben a rossz helyzetben tud segíteni, akár információszerzéssel, vagy bármivel, kérem, tegyétek meg. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. A polgármester úr jelezte, hogy szeretne szólni, de előtte azért hadd mondjak én is két mondatot. Hatáskörünk nekünk, az önkormányzatnak nincsen. Ami érdekes, hogy hozzám jelzés nem érkezett a dolgozói részéről, mert természetesen leülni, beszélni velük, tárgyalni lehet. Az, hogy én egy gazdasági társaságnak az ügyvezetőjét azt mondom, hogy jöjjön ide, még egyszer mondom, hierarchia nincsen közöttünk, tehát én nem utasíthatok senkit, de természetesen felvesszük a kapcsolatot velük, hogy hiszen azért negy és csornaiak dolgoznak, illetőleg a Rába közben dolgoznak, de mondom, jó lenne, hogyha hozzám is eljutnának ezek a dolgok, és... Nagyon szívesen átküldöm az általuk kiadott tájékoztatót, amit a dolgozók részére küldtek. Rendben, köszönöm. Köszönöm, polgármester úr. Köszönöm szépen, egyébként minden lényeges, amit szerettem volna, polgármester asszony elmondott, de képviselő asszony tegnap egyébként két és óráig voltál nálunk az irodában, elmondhattad volna ezt a fajta jelzést, és utána tudtunk volna talán kérdezni. Bocsánat, Andriska, tegnap este 7 óra után kaptam meg ezt a levelet, illetve utána egy órán keresztül beszéltem az egyik munkavállalóval. Hát ezek érdekes egybeesések, köszönöm. Jó, én annyit kérek, hogy megadja a tiszteletet a polgármesterről, hogy képviselő asszonynak hívja, akkor az Andriska visszafele az annyira nem tiszteleteljes, de menjünk tovább. Köszönöm, ezt én is szerettem volna. Értelem szerint utána fogom. Ez az irodában még úgy elfér, de azért tartsuk meg a tiszteletet, mert... De én is ezt szerettem volna kérni. Megkérdezném akkor, hogy még valaki felszólalás, megadom. Elnézést, az előbb már jelezte a képviselő úr. Bocsánat, a képviselő úrnak adom meg, mert az előbb egyszerre rakták fel a kezüket. Köszönöm a szót. Nekem két témában lenne kérdésem. A kérdések nem, felszólalás. Közérdekű, a kérdéseket később fogom megkérdezni. Jó, napirend utáni felszólalások időszakában vagyunk. Ha kérdés van, akkor az később, akkor megadom itt a szót. Lehet, hogy én sem jókor jelentkezem. Én a 8-as napi rendi ponthoz szeretnék. Jó, még akkor megint. Nem. Tehát, hogyha ott nem adom meg, mert nem abban az időszakban vagyunk, akkor ne haragudjál, de akkor itt se. Jó? Jó, köszönöm. Köszönöm. Még valaki esetleg, nem kérdés, hanem napi rend utáni felszólalás. Nem? Akkor tájékoztatom a testületet, csak tartsuk be, amit jogszabályilag be kell, hogy az ülés megelőző harmadik nap 12 óráig képviselői interpelláció hozzám nem érkezett. És akkor most adom meg a szót kérdések feltételére. Köszönöm. Az első kérdésem a tanúszodával kapcsolatban lenne. Érdeklődnénk, hogy hol tart a tanúszodának az ügye. A romjait még látjuk, de az építkezést nem. Képviselő úr, múlt hónapban megkérdezte, azt tudtam elmondani. A közbeszerzés, igen, nem mit csináljuk. Állami beruházás, nem tudom többször elmondani. Annyi tudásunk van, hogy decemberben be kellett adni az ajánlatokat, bontás volt, elektronikus bontás volt, a hiánypótlások időszakában vagyunk. Ezt ennek utána mentem, mert értelemszerűen minket is nagyon érdekel, hogy mikor. Amint eredmény hirdetés lesz, és kiválasztják a kivitelezőt, a nyertes kivitelezőt, szerintem a legboldogabban fogjuk mondani. De azért ezek nem így mennek egyik napról a másikra. Azért csodálkozom, hogy múlt hónap ezt megbeszéltük. És én azt gondolom, hogy elég sok információt, amit mentünk utána, mert értelemszerűen Csornában. Tehát hiába nem önkormányzati beruházás, hanem állami beruházás, természetesen minket érdekel a legjobban. Köszönöm. Másik kérdésem a sportcsarnok ügye. Annak az építési tervezése hol tart? Ott is mennyi új eltelt. Hú, jó. Ezt szintén múlt hónapban beszéltük. Nem, hogy az építési tervezési dolog hol tart, ez már jogerős építési engedéllyel rendelkezik, és itt már egy közbeszerzés le is ment. Ugye közbeszerzés nem tud lenni úgy, hogyha nem lenne terv.
Tehát ez már le is ment. Ugye most ez tolódik a háború miatti válság kapcsán, hál' Istenre nem húzták a történetet, amit azt a kormányzat úgy dönt, hogy tud folytatódni, valószínűsíthetően még egy közbeszerzést ki kell írni, mert ugye ott is van egy ajánlati határidő, de még egyszer mondom a tervezés, mert ezeken már régen túl vagyunk. Jogerős építési engedély van. Mikor fog kezdődni az építése várhatóan? Én nem mondom egyértelműen, most ne haragudjon meg, képviselő úr. Mondom, remélhetőleg, amint a kormányzat tudja folytatni, hogy ideadja ezt a támogatási összeget. Ugye ez már kormányhatározatban volt, hogy az összegnek is. Tehát kormányhatározat van, hogy amikor az első közbeszerzés lement, hogy akkor azt hogyan fogják ütemezve rendelkezésre bocsájtani. Utána jött a háború, ez felül lett bírálva, úgyhogy reméljük el nem törölték, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb. Ez már megint egy ilyen nemzetpolitikai dolgot kérdez, hogy én mondjam meg, hogy annak mikor lesz vége, mikor tudják ideadni, ez megint nem az a helyszín. Reméljük minél hamarabb. Értem, rendben, köszönöm. Én is köszönöm. Annyira egészíteném ki, hogy részletesen beszéltünk az integrált települési fejlesztés stratégia kapcsán, részletesen beszéltünk a közmeghallgatás kapcsán. Képviselő, van még 4 hónapja itt, legyen szíves elolvasni végre egy anyagot. Köszönöm. Én is köszönöm. Másnak kérdése esetleg, megadom a szót. Jaj. Bocsánat, lehet, hogy nem kérdés. Először is az előző hozzászólásodhoz kapcsolódva, a polgármester asszony, szeretném azt kérni ismételten, hogy említetted, hogy bármilyen beruházás, akár önkormányzati, akár állami, az mind nagy felügyeletet, illetve bármit élvez a városban, akkor annak utána mentek, és próbáltok segíteni, illetve ez a dolgunk. Nem kérdést szerettem volna feltenni, hanem alpolgármestertől szeretnék elnézést kérni a megszólítás miatt is. Köszönöm. Köszönöm szépen, az elnézést kérdést elfogadom. Köszönöm. Akkor amennyiben nincs több kérdés, a mai... Ne haragudj! Akkor Bele Imréné képviselő asszonynak, Kirinek megadom a szót. Köszönöm. Most mondhatom? Igen. Akármát. Köszönöm szépen. Ez nagyon kedves gesztus volt. Köszönöm. Köszönöm. Annyi szeretnék mondani a 8-as napi rendi ponthoz kiegészítésképp, hogy ez egy komplex fejlesztés lesz a Vilmos Parkban, és nagyon-nagyon sokunk várakozására, hál' Istennek sikerül majd ebbe a projektbe megvalósítani a futópályát, ami több képviselőnek is a programjába szerepelt, hogy az egészséges életmód gyakorlásához mi is egy kicsit hozzá tudjunk a lakosság részére járulni, de rendkívül örülünk neki. A másik, hogy megszépül a Vilmos Park környéke, a tó környéke, én azt gondolom, hogy ez a városban az egy olyan környezet lesz, ahova bárki nagyon szívesen ki fog sétálni, és tud pihenni, az aktív pihenés, kikapcsolódás, talán majd tudjuk vele biztosítani. És a harmadik pozitív gondolatom, hogy a bölcsőde egy épületbe költözhet, az megint egy nagyon nagy dolog. Intézményvezetőként tudom, hogy mi az, amikor kétfele kell gondolkodni a feladatellátásba, az nem egy könnyű dolog. Úgyhogy nagyon örülünk, és rendkívül szép és komfortos a bölcsőde. Biztos nagyon sokan nem jártak benne, de mi meghívást kaptunk az átadóra. Úgyhogy egy rendkívül szép környezet veszi körül a kisgyerekeket. És köszönöm, hogy elmondhattam. Köszönöm neki. Én is köszönöm. Akkor amennyiben másnak nincsen, mai nyilvános ülésünk végére érünk. Megköszönöm a meghívottaknak és érdeklődőknek a részvételt. Az ülés bezárom, és további szép napot kívánok.